neveket akarok hallani. Kik 56 hóhérai, kik hoztak ítéletet egy tiszta forradalom felett. Mert a bűn az csak bűn marad, kezükhöz vértapad, Istentől, embertől ne várjon irgalmat. Ezernyi áldozat most sírjából felmutat, gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. Neveket akarok hallani, én nem tudok megbocsájtani. A hosszú börtön évekért, a porba hulló könnyekért. Mert a bűn az csak bűn marad, kezükhöz vértapad, Istentől, embertől ne várjon irgalmat. Ezernyi áldozat most sírjából felmutat, gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. Azt várja tőlünk most a világ, hogy pusztán keresztényi könyörületből bocsássunk meg, lépjünk tovább. Bocsássunk meg azoknak, kik gyermeket lánctalpal tapostak, akik a sortüzet vezényelték. Bocsássunk meg a mészárlásért, a sok évnyi kegyetlen megtorlásért. Felejtsük el, hogy arccal lefele temették a magyar, hogy sokaknak csak az emigráció maradt. Felejtsük el a kínzások iszonyú borzalmait, a halálra ítéltek utolsó szavait. Bocsássunk meg, s majd ítél a történelem. Hát nem, nem és nem. Mert a bűn az csak bűn marad, kezükhöz vértapad, Istentől, embertől ne várjon irgalmat. Ezernyi áldozat most sírjából felmutat, gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. Mert a bűn az csak mert bűn marad, az csak bűn marad, kezükhöz vértapad, Istentől, embertől ne várjon irgalmat. Ezernyi áldozat most sírjából felmutat, gyilkos és áruló Szentföldben nem nyughat. Egy ifjúsági mozgalom tüntetésén. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttetek ismét. Elsőként fogadjátok sok szeretettel a Hungarika zenekart, akik egy olyan számot fognak nekünk most eljátszani, ami azt hiszem, hogy a legjobban tükrözi a 2006 őszén történt eseményeket. Azt hiszem, hogy ez a szám milyen belevéste magát a magyar emberek szívébe, ha lehet ezt így mondani. Fogadjátok nagyon sok szeretettel tehát a Hungarika együttest! Köszönjük szépen, ahogy Anna mondta is, ez a dal összefonódott sokakban a 2006-os eseményekkel is. Az az igazság, hogy megdöbbentő számomra, hogy ez még mindig aktuális. Történt pillanat, örökre így marad, a
szabadság befívó jó fehér barikád épül. Örök nem említő marad az a nap, mit nem felejthet el, sohanki ott volt. Hova tűnt pillanat, örökre így marad, a szabadság betűdő fehér barikád épül. Diadalt arat, győz az igaz szó, én ezt adom neked, örök emlékül. Hova tűnt pillanat, örökre így marad, hazám téren is fegyverem, nincs más. Csak egy szélről tesz a zászló, mint neked kell, majd elad a kügyemelni, ha kezemből egyszer kívül, ha kezemből kívül. Hova tűnt pillanat, örökre így marad, a szabadság betűből fehér barikád épül. Diadalt arat, győz az igaz szó, én ezt adom neked, örök emlékül. Tova tűnt pillanat, örökre így marad, hazámot védem és fegyverem, nincs más. Csak egy célról tesz a zászló, mit neked kell, majd eget igen elni, ha kezemből egyszer kívül, ha kezemből kívül. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztés ellen, a magyar gyűlölet ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt betöltett hatókul. Például, hogy merték a rendőrök megtaposni a magyar zászlót, nemzeti jelképeinket. Miért mondták, hogy rohadt magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek bántalmazni és kirekeszteni annyi embert? Tova tűnt pillanat, örökre így marad, hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy szélről tesz a zászló, mit neked kell, majd eget még emelni, ha kezemből egyszer kihúl, ha kezemből kihúl. Tova tűnt pillanat, örökre így marad, hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy szóról tesz a zászló, mit neked kell, majd eget igen elni, ha kezemből egyszer kihúl, ha kezemből kihúl. Szeretném elmondani, mielőtt az első felszólalót ide szólítanám, hogy vármegyés lányok, ahogyan azt már mindenki megszokhatta, körbejárnak perselyekkel itt a tömegben, úgyhogy ha valaki tudja támogatni a politikai foglyok ügyét néhány forinttal, akkor azt előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig fogadják sok szeretettel a mai tüntetés első felszólalóját, Gaudi Nagy Tamást. Adjon az Isten! Ez a szebb jövő akkor még nem zúgott ilyen erővel a Kossuth téren 2006. szeptember 17-én, amikor az összödi böszme hazugság beszéde kiszivárok. Kiszivárogtatták, ugyanúgy keverték a boszorkány konyhában a mérgeket, mint ahogy Budázi Gyuriék esetében is koncepciós pert kevertek. Összekapcsolódnak a dolgok. Ma 5 évvel az összedi hazugság beszéd kiszivárogtatása után számvetést kell tartanunk arról, hogy azok, akik a nemzet kifosztásában, letiprásában, megalázásában és végtelen pimasságukkal történő folyamatos megalázásában jelen éjjel jártak, vajon a
forradalmi változás után elnyerték a méltó büntetéket. Megtörtént az elszámoltatás? Pedig én úgy emlékszem, és valószínűleg más is úgy emlékszik, hogy ezt ígérték. Elszámoltatás lesz. Elővesznek mindenkit rangra, beosztásra, állásra, tisztségre tekintet nélkül. Mindenki el fogja nyerni méltó büntetését azok közül, akik kezet emeltek a magyar emberekre. Akik gumibotokat, könygáz, gránát, sortüzeket, gumilövedék sortüzeket vezényeltek a magyar emberekre, és utána a TV-székház ostrom másnapján megkezdték az embervadászatokat. És szintén megint összekapcsolódnak a szálak itt, az országházban, mögöttünk álló épületben, ahova most már a forradalom is befújt azért néhány olyan embert, akik ezt a lángot ébren tartják. Bízom benne, hogy ti is gondoljátok, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója ezt teszi az országgyűlésben. De ez abszolút nem pártügy, amiről most beszélünk egyébként. Minden jó érzésű magyar ember közös ügye, közös feladata, közös felelőssége, hogy követelje az igazságtételt elsőként és leginkább a 2006 őszi véres rendőrterrorért. Mert tudjuk, ismerjük a felelősöket. Ismerjük a felelősök sorát, és ennek ellenére az elmúlt másfél évben a felelősségre vonás ügyében lényegében szinte alig történt érdemi lépés. Fel kell tennünk a kérdést, kinek érdeke az, hogy elérjen a 2006 őszi rendőrbűnök büntethetősége? Kinek érdeke az, hogy megusszák Bene László akkori rendőrfőkapitány, aki különösen személyben felelős azért, azonosul jelvény nélküli rendőrök rohantottak rá az emberekre, és a büntetlenség biztos tudatában vertek, szét, ütöttek, vágtak mindenkit, aki elébük került, alakították kínzókamrává a keleti kapitányságokat, különösen a 8. keleti fogdát, ott volt Attila az egyik védencem, akit a Blahúza téren vadáztak le, törték el 3 bordáját, utána kórházba került, utána mentőbe került, a mentőből is irángatták a rebiszes privékek, ott is jól megverték, utána bekerült a fogdára hajnali 1 órakor, 3 törött bordával térdeltették órákon át, és akkor vizet és segítséget mert kérni, akkor folyamatosan ütötték, balázták, kihúrozták, taposták, ugráltak rajta. Ez folyt a magyar rendőrség fogdáiban, és az a kapitányság vezető, és egyáltalán az összes rendőrségi vezető, akik végrehajtották a véres kezű vezetők parancsát, utasítását, azok büntetlenek. Hagyhatjuk ezt? Úgy tűnik, mintha rajtunk kívül, akik most itt vagyunk, mintha nem lenne a mostani hatalomnak fontos ez az elszámoltatás. Mert nekünk szívügyünk ez. Mi ebben a könygázgránát füstben, ebben a gumilövedék sortűzben, és ebben az üldöztetésben edződtünk meg. Lettünk mi, jogvédők is, olyan feladat középpontjába állítva, amely nem volt kevesebb, mint olyan, hogy a kiszolgáltatott magyar emberek mellé kellett állnunk a jogeszközével, és megkezdtük a küzdelmet, a nagyon hosszú küzdelmet, mentünk a fogdákba, mentünk a bírósági tárgyalótermekbe, és hosszú évek kemény küzdelmeivel sok tucat hazafinak a felmentését tudtuk elérni, és sok tucat hazafinak a kártérítését tudtuk kiharcolni. De az igazságtétel